Mihály napi vásár. Aktualitások a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. Öreg diák találkozó. Drágul a tojás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 4-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában Harsány Inné Szabó Ilona tagóvoda vezetővel beszélgettünk az évkezdésről és a Mihály napi vásárról. A nevelési évet több kisgyermek most kezdte meg szeptemberben. Őket ma fogadták zöldfásokká. A mai napon fog megrendezésre kerülni a hagyományos Mihály napi vásárunk. Ez a Mihály napi vásár az első olyan rendezvénye az óvodánknak, amikor a gyerekek, szülők közösen tölthetnek el egy kis időt. A gyerekek megismerhetik azokat a hagyományokat, amelyek régen a vásárhoz, a Mihály napi vásárhoz köthetőek voltak, illetve a szülők is megismerhetnek a más csoportba járó szülei gyermekeivel, egymással, és kapcsolatot építhetnek, ismerkedhetnek egymással, és közösen eltöltünk egy szép őszi délutánt, és ezzel is megindítva a gyerekeknek az óvodai életét, az óvodai élethez kapcsolódó programok, rendezvények megismerésével. Ebben a tanévben 13 új gyermek érkezett az óvodánkba, 11 kis csoportos, két gyermek másik csoportból érkezett, illetve az tavasz folyamán 4 kis gyermek érkezett, őket is most fogjuk majd köszönteni, és ünnepélyesen zöldfás óvodásoknak egy kis fogadalom tétel után óvodásainkkal fogadjuk őket. Az első két hétben zajlottak a beszoktatások. A beszoktatás időszakában lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy együtt a gyermekekkel bejöhessenek a csoportokba. Nagyon rugalmasan kezeltük a beszoktatást, és vára már valamennyi gyermek bent van az óvodában. Hát a betegség az ugye közbeszól, olyankor újra kezdődik egy kicsit, de már a gyerekek megismertek bennünket, elfogadták a csoportot, és örömmel jönnek az óvodába. A fogadalom tétel és vásározás után kézműveskedés és sok játék is lesz a mai napon. Vártuk a gyerekeken keresztül a szülőket. A szülőkkel a gyerekek kézműves tevékenységekben vehetnek részt mind népi iparművészeink által, Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyöt fog fűzni velük, Pincésné Sós Gyöndi iparművészünk csuhéjat fog, illetve Nagy Tiborné Marian az intézményünk intézményvezető helyettese korongozni fog az agyaggal, ismerteti meg a gyerekeket. Emellett a saját dolgozóink is kézműves tevékenységekkel várják a vásár hangulatban a gyerekeket, és úgy terveztük, hogy a vásár hangulatot egy kis műsorral megidézzük. A műsorban a tehetségműhelyes gyerekek, a Mesetarisznya tehetségműhelyes gyerekek is fellépnek, Csapóné Horváth Marianna kolléganőm vezetésével, majd pedig a vásári hangulat után a kézműveskedésen kívül íjászkodással, pónilovaglással, kecskesimogatóval, illetve traktorra való felüléssel várjuk a gyerekeket, mindazáltal, hogy minél színesebb programot kínáljunk a gyerekeknek, és jól érezzék magukat a rendezvényen. Stúdiónk mai vendége volt Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola intézményvezetője, akivel a nevelési év tanévkezdetéről, a gyermek és pedagógus létszámról, a pályázatokat érintő aktualitásokról, a tanév programjairól, valamint a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Elindult a 2022-23-as tanév. Hogyan készültek az idei tanévre? Mi előzte meg az indulást? Nagyon készültünk az idei tanévre, hiszen bíztunk benne, hogy minden nehézséget a magunk háta mögött hagytunk már,
és a tantestület augusztus 22-én, 23-án egy lelki gyakorlaton vett részt, Nyíregyházán voltunk, a testvériskolánkkal, a Nyírbátori általános iskola és gimnáziummal együtt tartottuk. Zsolt atya és Babály András atya volt ennek a lelki gyakorlatnak a vezetője, és két nagyon kellemes napot töltöttünk el Nyíregyházán. Miután elindult a tanév, beszéljünk egy kicsit a személyi feltételekről, a gyermeklétszámról, hogyan alakult. A gyermeklétszámunkban túlzottan nagy mozgás nem volt. Jelen pillanatban 369 fő az iskolának a tanulói létszáma. Körülbelül annyi gyermek ballagott el, mint ahányan érkeztek az iskolába. Szakos ellátottság? Hál' Istennek ebben az évben nagyon ránk mosolygott a jó Isten, úgy szoktam mondani, hiszen több új kollega is érkezett az iskolába, így a matematika tanulmányi terület az most már teljesen le van fedve, hiszen két új matematika tanárunk érkezett. Érkezett magyar tanárunk könyvtárszakkal, óraadóként magyar tanárt alkalmazunk, és a napközibe is érkezett egy új kollégánk. Mindig érdekes kérdés, hogy milyen jelenleg is, akár jelenleg is futó vagy tervezett pályázatok vannak egy intézménynek. Önöknél mi a helyzet? Nálunk most jelen pillanatban elsősorban az alapítványnak vannak pályázatai, amit az iskola javára tud fordítani, illetve van egy nagy energetikai pályázatunk, amit a megvalósítási idejét kitolták 2023. október 31-ig. Ez azt jelenti, hogy a József Attila úton lévő iskolaépületet teljes egészében be fogják majd csomagolni, aztán a nyilászárókat kicserélik, a tetejére napelemeket tesznek, és így a fűtést is modernizálják, és akkor így talán sikerül leválnunk a csarnoknak a fűtésrendszeréről, és mi magunk tudjuk majd irányítani a fűtést. Ez nagyon jó lenne, hogy ha minél hamarabb elkezdődne megvalósulni, hiszen tudjuk azt, hogy mindenki az energia árakkal küzd, hiszen az egekbe szöktek. Az egy hatalmas méretű beruházás lesz az elkövetkezendő időszakban. Hogyan tervezik jelenleg ennek a tanévnek a programját? Megterveztük, hiszen le kellett adnunk a fenntartó felé is az éves munkatervünket. A hagyományos programjainkat megtartottuk, és nagyon szeretnénk, hogyha ez jelenléti módon meg is valósulhatna, hiszen az elmúlt tanévekben voltak olyan programjaink, amelyektől el kellett tekintenünk, hiszen tudjuk azt, hogy milyen volt az általános járványhelyzet. Új programjaink is vannak, és ezeknek a megvalósítását is szeretnénk, hogyha minden kizáró ok nélkül tudna megvalósulni. Tehát itt a hagyományos programjaink mellett gondolok arra, hogy hamarosan indul majd a fecske hívogató programunk, aztán karácsony környékén, az adventi időszakban készülünk a gyerekekkel a karácsonyra, aztán következik a Györfi napok, amelyik a legnagyobb megmérettetése az iskolának, amikor programokról van szó, hiszen ilyenkor most nem is egy hétre, hanem két hétre húztuk el a programokat, hiszen új programelemekkel is bővült a Györfi napoknak a programkínálata. Aztán következik majd a tavaszi időszak, amikor a beiskolázásra kerül sor, illetve a bőti időszak, ami az iskolánk életében, azért lelki életében egy jelentős programsorozat, és nyára pedig tervezzük a táborokat. Én megköszönöm igazgatónő, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm szépen a meghívást. A karcagi öregdiákok baráti körének találkozóján Bihari László elnökkel beszélgettünk a terveikről. Az emléktábla Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász alkotása, amit az öreg diákok közadakozásból készítettek el. Most is azzal kezdődik majd a programunk, hogy az igazgató úr beszél a gimnázium aktuális helyzetéről, utána pedig én, mint elnök, tartok egy beszámolót az elmúlt időszak eseményeiről és a következő időszak programjáról, majd ezt követően kerül sor a Szepesvári Gábor testnevelő tanár úr emléktáblájának avatása keretében egy laudációra, amit a Olajos István fog tartani,
és a végén pedig koszorúzásra kerül sor, megkoszorúzzuk a Szepesvári tanárúr emléktábláját, a Bémör tanárúr emléktábláját, az 56-os emlékművet és az úgynevezett pipás diák szobrot, emlékművet is. A szepesvári emléktáblát is közadakozásból sikerült felállítani, mint ahogy korábban Kató néni a B-major emléktáblát, vagy az 56-os emlékművet is. Hasonlóan tulajdonképpen, mint ahogy a Kató néni emléktábláját, vagy a B-major tanár úr emléktábláját, vagy az 56-os emlékművet, ugyanúgy a Szepesvári Gábor tanár úr emléktábláját is közadakozásból, tehát összekalapoltuk tulajdonképpen ezeket. A karcagi után is lesz még találkozója az öreg diákoknak, amiről a közösségi oldalukon lehet tájékozódni. Minden hónapban, novembertől májusig, minden hónapban van programunk, összejövetelünk. Minden hónapban, novembertől májusig van programunk, összejövetelünk a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Ahogy minden más ára emelkedik, a tojást sem kerüli el a drágulás. A jelenleg 65-70 forint körüli árat számtalan tényező befolyásolja, és ezek drasztikus emelkedése a tojás árán is meg fog látszani. A helyi piacvásárlóit kérdeztük meg, mi erről a véleményük. Többek szerint a magas tojás ára nyári óriási szárazságnak volt köszönhető, illetve a szomszédban dúló háború is befolyásolhatja azt. Hát nem tudok szóhoz jutni, hát végül is az infláció miatt van drága a takarmány, és emiatt. Az emelkedés nem tesz jót a keresletnek, hiszen nem csak azt eredményezi, hogy kevesebb fogy belőle, hanem azt is, hogy minőségben is visszaeshet a megszokottól. A kevés termés, drágább a kukorica, állítólag 20 ezer forint mázsája, ami 14 volt, tehát ilyen gazdasági megfontolás, és kevesebb a tyúk. Kevesebben foglalkoznak vele. A vevők elmondása alapján maximum 10 darabot vásárolnak meg egy vételre. Nagyjából ennyi fogy el egy hétvégén, és természetesen az ár is jóval magasabb a megszokottnál. Azt hiszem, hogy most 70 forint darabja. Hát azelőtt még volt, a tavasszal még 50, meg ki tudja már az árát, mert annyira megy felfele, hogy nem... Figyeli az ember, figyeli, de hát ez van. Az eladók is arra panaszkodnak, hogy kevesebbet vesznek a vevők, jobban megfigyelik, hogy mire adnak ki pénzt. Hát körülbelül egy 50%-os emelkedés biztos van, mert még szerintem tavaly olyan 50 forint körül volt, most meg 70 tájékán. Az ünnepek közelettével valószínűsíthetően több fogy majd a tojásból a sütések, főzések miatt. De addig elképzelhető, hogy marad az óvatos vásárlási morál. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!